Na szóval, sziasztok srácok, itt vagyok egy új videóval, ahol bedvárszozni fogok, egyedül leszek. És megpróbálok mostantól hetente feltenni videókat, de nem is húznám tovább az időt, jöjjön az intro. Na szóval itt is vagyunk az első mappon. Amúgy igazából az lesz a lényeg ennek a videónak, hogy beszélgessünk, meg hogy képzeljétek el, hogyha meg lesz a 100 feliratkozó, akkor kiteszem ezt a kettő packet, amit én csináltam magam, és nagyon szépen néz ki szerintem, de ki tudja, ti is megtudjátok, hogyha meg lesz a 100 feliratkozó. És mielőtt kérdeznétek, igen, már használtam videóban. Gyorsan csinálnák is egy bad defense-t, magyarul átfedést, mert már jön rám a sárga. Amúgy meg, hogyha béna vagyok, akkor az azért van, mert egy hete nem játszottam, ajjaj, már itt van. Oké, gyerünk, gyerünk, menjünk, menjünk. Oké, gyerünk, menj, 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 ajaj, 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 gyere, 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 csátál. Fenébe, mindegy, gyere ide, ha, ha, ha. Oké, nem tudom, hogy ez mi volt, de megvan. Gyere, gyere ide, gyere ide. Nem bánt a bácsi, csak egy kicsit megöl, vagy öljön meg engem. Az első csapat már mindjárt szét is van darálva, mert betettem a darálóba. Gyere ide, gyere ide. Ó, egyszer tudod belém ütni, csórikám. Na, szóval most menjünk egy másik csapatra. A Blue-kra, mert ők már támadtak is ránk, milyen gonoszak. Ja, hogy a Blue-nak már nincs ágyuk. Menjünk, 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 sétálunk, kicsit, kicsit, kicsit. Jöjjé! Yeah, yeah. Na, gyerünk, gyerünk, ott van a Blue, ők gyors meg... Mudálom, hehehe, na, szia. Szóval ki van esve a Blue csapat. Most a Redre megyek, mert ő itt van mellette, és ahogy látjuk, ő már ide át is épített szépen, várva azt, hogy vele fireballozzon, nagyon jó. Ah, jaj, jaj, na gyere ide, mit akarsz? Fél szív. Ez nem túl jó. Amúgy még mindig annyi blokkot veszek, de azt nem tudom, hogy sikerül mindet elpazarolni. Az ágya ennyi volt, és ő is már kilépett a körből, ami nekünk nagyon jó. El is tesszük a cuccainkat, mert kevés HP-nk van, és hazamegyünk azzal az... azzal a elvárással, hogy nem üti ki senki az ágyunkat, ha még leesünk, de úgy látszik, hogy nem is. Úgyhogy újra is éledünk. Megkapjuk a cuccokat, abból gyors veszünk egy szettet, egy vas szettet, meg egy vaskardot, és a többi cuccunkat kiveszünk, nem tudok beszélni, úgyhogy még veszünk hozzá valamennyit, mert elég kevés volt. Most már elég sok van, de előre látom, hogy ezt is elpazarlom. Na szóval vegyünk egy sharpness-t. Élességet a kardunkra, oké, szóval reménykedjünk abban, hogy nem támad meg senki minket, mert mi már támadunk a... kinek van még ott, bár én magamat szemeltem ki. Na mindegy, reménykedek, hogy nem üt ki minket senki sem. Amúgy még közben észreveszem, hogy nincs hang a játékon. És a kör után már lesz hang. Mindig a ágyfedését csinálja. Te mekkorát akarsz, bátya? Bátya, hallod? Mi ez? Normál klik. Oké, nagyon szép. Úgy látszik, hogy ez nem igazán tud játszani. Na gyerünk, normál klik.
normál klikkel ki tudtam őt eliminálni, úgyhogy már csak én, meg a... meg valaki van, az a White. És... oké, szóval meg is nyertük a kört, következő pályán már lesz is ahol. Úgyhogy kezdjünk. Úgy látom, hogy van egy loot chestem, ezt gyorsan nyissuk ki együtt. Na, nézzük, reméljük, hogy valami legendary dolgot nyitunk. Na, szóval nézzük. 3, 2, 1. Nézzük. Hát ez nem lett legendary, nagyon szép. Na, szóval kaptunk egy shopkeeper skint. Egy ilyen Doze Lantern Dead Cry-t, és még egy Gyarod Tiger Spray-t, ami egyik sem kell nekünk, úgyhogy ezt nagyon megérte elérni a 64-es szintet. Ó, gyerekek! Egy stack! Egy stack! Azaz! Elértük az egy stack, mi az level? Elértük a 10 percet már most az első körrel, de semmi baj. Amúgy nem hittem volna, hogy egy hét kiadás után az első körünk egyből victory lesz, de úgy látszik, hogy túl profik vagyunk mi a Hypixelhez. Szóval megint kivárom a coin, ajjaj, ezt elkiabáltam. Aj, amatőrök. Engem lemersz támadni, bátya, ha... what was that? Actually, bro, chill down, bro. Szóval ezt itt nagyon rossz helyre tettem. Ezt le is teszem ide. Na szóval... Mi? Hey, erről nem volt szó. Ez nem szabad. Hey, gyerek! Engem nem szabad kiütni. Hé, ez nem ér. Gyerekek, segítség. Az Gray. Benned van a remény. Hát, meghaltál. Most már bennem van a remény. Azaz, ennyi vagy. Így jár az, aki kimer engem ütni. Ezt le kell klatcsolnunk, ezt a gémet, úgy látom. Na, de be is összek egy aranyalmát, mert nagyon kevés HP-n van. A Gray pedig ott van a szigetén, megpróbáljuk őt elintézni. Szóval annyit kéne tenni itt, hogy így, attól jó sok fall damage-et kapott, felépítek ide a fára. Gyorsan. Oké, itt vagyok. Kis parkour. Remélem, hogy tetszett az előző videó. Mondtam, hogy ha meg lesz rajta a 10 like, akkor jön a setup tour videó, de még mindig nincs meg, úgyhogy mit tegyek én fel? Jövök, kiütöm az ágyat mindjárt. Szóval itt egy kicsit átcsinálom a dolgokat. Kicsit megpróbáltam menőzni, de nem is sikerült. A fenébe! Jaj, tényleg ilyen. Szóval itt vagyunk a következő pályán, ami nem tudom, hogy hogy hívják. Nem tudom a napok megfelelőjét, na mindegy. Szóval megvárjuk megint a mennyiséget. Nem úgy, mint múltkor, mert majd nem támad addig a Gray. Fú, Gray-t utálom. Meg hogyha elnézem, akkor most pirosak vagyunk. És ahogy itt látszódik, akkor a blue van fölöttünk, és a green lesz ott, és a green alatt lesz a yellow, amit meg is nézünk. Nézzétek! Ja, mert ott a green, igen, és... ja, igen, bocs, gyerekek, bocs. Na szóval... itt nagyon jó, ennyi volt a bedünk. Már most látom, hogy ennek a videónak is van egy tanulsága. Csináld meg gyorsan a bad defense-edet, vagy meghalsz. Igen, ez a tanulsága. Amúgy meg nem tudom, hogy ezt már mondtam, de bombis pack-jével vagyok, link a leírásban. A előző kör nem volt semmi, az csak hallucináció volt.
első kör, amit nyertem, az nem volt hallucináció, csak az előző kettő, úgyhogy... mit mesélek én nektek? Ebből is csak az szűrődik, hogy milyen béna vagyok. Na szóval ide fel is tudok jönni a tetőre, ami nekem előny, mert a pink közben megy be a diásra, ami azt jelenti, hogy, hogy az ágya védtelen, ahogy sejtettem. Várj be. Most már lehet. Bruh, look at this dude! Oké, okay, elfogadom, elfogadom, nagyon jó. Free sharpness. Oké, okay. Ez könnyű volt, mit nem mondjak, de remélem, hogy így lesz a többi is. Na szóval, meg is van a elegendő mennyiség a goldból, mert leugrott csóró. És igazából még veszek ollót, és a többit pedig hozzáveszem, ami azt jelenti, hogy nagyon jó. És ha jól látom, a aqua még nincs kiütve, úgyhogy rámegyek, vagy a redre, inkább a redre, mert ő közelebb van, szóval egy kis epic parkour, és megyek arra a csórikámra. Egy kicsit majd moonwalkolok nektek, mit szóltok? Meglássak. Elég régen moonwalkoltam, mert mondom, egy hetes kihagyás az nem kevés azért ilyen Bed Warshoz. Na nézzük. Jaj. Az összejött. Kék is van ütve, már kettő embernek jutottam az ágyát, és egyet már elimináltam is a körből. Szóval én szerintem szedek obszidiára, mert annoying vagyok. Akkor itt az első emerald, amit felveszek, ahol kettő van, az nagyon jó hír. Ott a red, oké, okay, gyere, menjünk egy kis létre, Bri. Ajaj, ennyi volt az ágya, igazán van? Aha. Nem baj, megpróbáljuk megölni ezt a toracsávot. Jó, azaz menjünk, menjünk! Üssük ki azt a hülyét! Ő is kiütött engem. Mi a? Jó, hú! Hat! Micsoda! Okay, van egy diacettem. Azt már most látom. Na szóval, menjünk is rá arra az akvára. Haha! Bosszú, édes bosszú! A bosszú az nagyon hosszú. Ezt most költöttem. Ádi Gaming, Alapetőfi Sándor. Akarom mondani, Setőfi Pándor. Gyere haza, gyere, gyere! Ha. Remélem leugortál, hogyha nem, akkor... Nem ugort le. De nagy szerencsém van nekem. Amúgy azt nem értem, hogy miért vettem diaszettet, hogyha vettem volna Ender Pearl-t, meg ilyenek, ami sokkal hasznosabb. Na mindegy. Na, már mindenki final! 1v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 
majd mindjárt megvárom, amit nem is várok meg. Majd visszajövök ide, veszek 2 Endure Pearl-t, majd hogyha lesz rá money. Gyere! Ha! Már most van 4-em. Látjátok, én vagyok a legricsebb abban a körben. Szóval vegyünk gyors 2, mi az? Ender Pearl-t. 2 Ender Pearl és még egy jump. Oké, és még egy ilyen, és ennyi. Na szóval, oké, meg vagyunk mindennel, ricsek vagyunk. I'm so rich kid. Mondj, inkább így tenném, mert gondolom nem fogok használni már csalkányt, vagy ilyesmit. Ó, ott van, ott a gyerek. Már csak ő ellene vagyok. Ennyi volt! Nyertünk, gyerekek! Ennyi! Köszöntelek titeket a következő körben!
ahol megint megpróbálunk nyerni igazából. És hogyha megkérhetnélek titeket arra, hogy kérlek szépen kommenteljetek, mert olyan kevés komment érkezik, mindig csak azok kommentelnek, akiket megkérek. XD, megint. Úgyhogy, ja, légy szíves, írjatok valamit például, hogy szeretnétek a setup tourt, meg ilyesmiket. Amúgy már csak 2 like kell arra a videómra, hogy legyen setup tour, úgyhogy az előző videóm, azt a parkúrosat lájkoljátok be, mert hogyha meg lesz a 10 like, 10, értitek? Ezt tudjátok, hogy milyen kevés like, hogyha annyi meg lesz, ott lesz a setup tour az arcotokból, és meglátjátok, hogy milyen rich vagyok. Na, szóval itt double clutch, ami nem igazán jött össze. Szóval mindjárt szerintem elmegy. Ennyi vagy. K-White team eliminated. Úgyhogy ő már meg is van, őt már nem kell kiirtani, mert már ki van. A K-Grey az ott van, itt majd mindjárt letámadom a Aqua után. Fú, halljátok, milyen gyorsan megy már ez a kör. Ezt le is kapagom. Jó, ott van mindenki, úgyhogy most ütöm ki ezt is, és aztán már csak én meg Grey leszek. Na, gyerek! Ez az utolsó kör. Na mi? Szóval ezt ide, így, oké. Fú, nagyon ricskit vagyok. Nem, inkább ricskit. Na, nyugi. Nem vagyok ricskit. Egyelőre. Most már az lesz, hogy teheted ezt velem, Blue? Hogy megölsz? Hogy mered te ezt? Azaz, GG, hallod? Ilyen könnyű tímet még nem írtottam ki, hallod? Ez a Blue, hallod, he? Nem volt túl erős számomra. Look at this dude. Tudja, hogy ő onnan fog támadni rám. Jó, az ágyam szerintem ennyi volt, de nem baj. Azt nem tudom, hogy minek csináltam, nem mindegy. Szóval, gyors aranyalma, egy kis ilyen, fireball, ilyenek. Oké, ez egy nagyon gyors kör lett, úgy látom. Várjatok, megpróbálok egy trickshotot. Hát nem ilyent. Ennyi volt. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Én Addi Gaming voltam. Sziasztok!